Hát nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket, és azt akartam mondani, hogy ezt a halk zenét le lehetne kapcsolni, mert hogy még azt is túl kiabálni, ez nem lesz egyszerű, de ez már megtörtént. Bevallom őszintén, hogy hát már egy pár előadást tartottam, de ilyen környezetben még nem, és nagyon-nagyon-nagyon jól esik látni, hogy ennyi érdeklődő arcot sikerült itt a rendezvény szervezőinek összetrombitálni. Az igazság, hogy egy kicsit most zavarba is kerültem még duplán, mert ugye ahogy az Izabelle felvezetett, hogy én Rothschild Kláráról beszélhetek, nyilván én mindig, mostanában mindig Rothschild Kláráról beszélek, tehát ez nem egy újdonság számomra, de azt kérték, hogy így próbáljam ezt egy szélesebb, tehát a divat keretébe felvezetni. Most erre fogok egy nagyon rövid kísérletet tenni, mert abszolút úgy érzem, hogy alapvetően Rothschild Klárás sztorimra kíváncsiak. Még annyit tennék hozzá, hogy egyébként én Bátraban nem csak művészettörténésznek, vagy most már legkevésbé művészettörténésznek nevezem magam, sokkal inkább divattörténésznek. Tulajdonképpen már 20 éve foglalkozom a 20. század második felének magyar divattörténetével, és írtam ebből egyébként Divat és szocializmus címen egy doktorit is, de ezzel most itt lezártam a saját magam bemutatását. Tehát, hogy egy kicsit, hogy a keret legyen az, hogy divat mindenek fölött, egyáltalán mi is az, hogy divat, de most ebből azért, mivel hogy ebből több nagyobb méretű enciklopédiát és opuszt is írtak, tehát nyilván nem ebbe akarok belemenni, de az biztos, hogyha most a ruházkodással kapcsolatos divatról beszélünk, mert ugye ez még tágabb, hogy mi is az, mit nevezünk divatnak, az öltözködésünk ez az első olyan fajta, vagy jel, amit olvasnak mindannyiunkról. Tehát én még itt most kiálltam Önök elé, és még mielőtt meg se szólaltam volna, valamit már olvastak rólam. Olvastak a kabátomról, nem, amikor bejöttem. Tehát anélkül, hogy megszólalnánk, az elsődleges nyelv, amivel kommunikálunk, ez a ruházkodásunk. Lehet azt is mondani, lehet, hogy csak dadogunk ezen a nyelven, lehet, hogy anyanyelvi szinten beszéljük, de minden esetre egy nyelv, amivel az is él akaratlanul, aki nem akar, vagy aki tudatosan ellenáll. Most ezt az egészet, ha felvetitek pár képet, ugye én szoktam tartani abszolút ilyen divattörténeti átfogó előadásokat, hogy az őskortól napjainkig egyáltalán hogyan is öltözködtünk. Itt csak egy pár képet felvetítve látjuk azt, hogy mind korban, mind egy adott társadalmi csoporton belül is meghatározott rendszerek szerint és meghatározott módon öltözködünk, ami folyamatosan változik. Jó, hogy egy pár képet kivettem, mert ebbe a bevezető előadásban, mivel így még most tudatosodott, hogy ugye ez kimegy teljes mértékben online, tehát hogy egyáltalán miért is öltözködünk, mit mutatunk meg az öltözködésünkkel. Ugye meg tudjuk mutatni, hogy a különböző nemeket, tehát hogy melyik nemhez tartozunk. Ez is tud valamilyen szinten befolyásoló erővel bírni a megjelenésünkre. Ugyanígy lehet az, hogy megmutatjuk, hogy a hova tartozásunkat, vagy egy valamilyen társadalmi csoporttól való elkülönést. Aztán jön a Rothschild-kára, csak ne nézzenek rá, milyen furcsa. Nem én akartam ilyen általános bevezetőt kezdeni, de most azért az, hogy divat mindenek felett, erre a kérdésre, és főleg a Rothschild életében, abszolút majd azt gondolom, hogy egy közös igent fogunk válaszolni. Most le is lőttem a poént, de nem ez lesz a poént. Szóval, hogy gyakorlatilag igen, tehát ki tudjuk fejezni a hovatartozásunkat, illetve elkülönülésünket. Ugye mindenképpen egy hatalmi pozíciót is tükröz. Tehát mindenki, akinek hatalma van, akinek pénze van, az él ezzel a divat nyújtotta eszközzel, sőt, ők lesznek azok a társadalmi osztályok, akik diktálják a divatot. Tudom, hogy ez ma már egy kicsit összetettebb, de ez azért a történelem során ez így volt. És mind a mellett, hogy ugye a legfelsőbb elit az, aki uralja a divatot, uralkodik egy gazdasági, politikai és társadalmi eliten, ugyanígy, lehet, tehát van ez az alapvetően, ez a zimmeli úgynevezett leszivárgási elmélet, azért jók ezek az általános érvényű elméletek, mert mindig van
kivétel hozzájuk képest, tehát ugye a kivétel erősíti a szabályt, és ezt azért szerettem általában ilyen divattörténeti, vagy hát ilyen felvezetéseken bemutatni a tanítványaimnak, mert ez egy klasszikus példája annak, hogy van, amikor fölfelé szivárog a divat, és most nem sokan vannak, és nem kezdek el kérdezősködni, meg az időm is egyébként limitál, hogy mondjunk arra példát, hogy mikor van olyan, amikor a lentről lévő társadalmi osztályok, vagy a lent lévők, azok befolyásolják a felső divatot, de mondjuk csak mondjuk egy egész egyszerű példát a mából, ez az street fashion, az utcai divat. Tehát ami ugye a kifutókra, vagy a különböző szubkultúráknak az öltözködés, ami így benyomul az elit divat rendjébe. Ez egy rokokó példa. Itt a kiindulópont ez a szolgáló leány, aki a kettős ruháját, amit a hajdan voltam, az úrnőjétől megkap, mert ugye a levetett ruhákat néha megkapják, az ahhoz, mivel hogy ő neki muszáj mozognia, feltűri. És ennek a feltűrt ruhának egyébként van nekik egy ilyen zsebnyílásuk, és oda tűrködik be ezt az anyagot. Na ez a feltűrt diva, vagy ez a feltűrt forma köszön vissza rá utána, polonez néven, ugye a Lengyelország három részre osztása kapcsán, ezzel az ilyen bugyrokba rendezett szoknya részű felső ruhával, amit annál kicsit szofisztikáltabban idéznek elő, mert ezt egyszerűen ilyen zsinórral lehet állítgatni. Tehát nyilván az úrnő így veszi be a divat fonalát, vagy nem tudom én, tehát ezt a lentről jövő divatot. De minden esetre azt leszögezhetjük, hogy oké, hogy vannak ilyen ritka példák, vagy egyre több példa, hogy lentről is fel tud szivárogni a divat, alapvetően a divat föntről megy lefelé. Vagy föntről szivárog lefelé. Az a kiállítás, amit most a Magyar Nemzeti Múzeumban láthatnak már november 16-a óta, kicsit csalunk, mert nem is április 30-ig van, mert ez egy hétköznap, és nyilván vasárnap fogunk zárni, tehát hogy igazából május 3-áig áll. Ez pedig a Rothschild Klára életét bemutató kiállítás. A legtöbbször azt szokták nekem feltenni azt a kérdést, hogy egyáltalán mióta foglalkozom, meg miért, ezt most már önöknek félig már bevezettem, hiszen 20 éve foglalkozom a 45 utáni magyar divattal, így aztán a Rothschild Klára gyakorlatilag megkerülhetetlenné vált számomra. De aztán, hogy ebből micsoda projekt nőtt ki, mert azért még egy pár dolog, meg pár személy lehetett volna még megkerülhetetlen, ez gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ez egy szerelem projekté nőtte ki magán. Gyakorlatilag több éven keresztül próbáltam felvenni a kapcsolatot különböző emberekkel, akik ennek a különleges életutat bejárt nőnek a közelében dolgoztak, éltek, akik akár a kliensei voltak. Úgyhogy hát az első, tehát a divat mindenek felett azért válasz, az a Rothschild esetében azért igen a válasz, mert ez a nő, ez gyakorlatilag egy haute couture szalont vezetett, nem tudom, hogy mennyien tudjuk azt, hogy mit jelent az, hogy haute couture, sokan bologatnak, van, aki nem mozdul meg, tehát azért inkább elmondom. Tehát az haute couture, ugye ez a magas szabászat, az amikor kézi munkával, sok-sok kézműves módon, sok-sok kézi varrással, hímzéssel, dekorációval állítanak elő az illető kliensre abszolút fittelő ruhadarabot. Most azt nem mondom el, hogy a 1860-as évektől máig mennyit változott az haute couture rendszer, de a lényeg az, hogy ez a kézműves és egyedi klientúrára készülő ruha, vagy hát ez a szalon típus, ez a, amiben ő működött. Most, hogyha belegondolunk, hogy ha ez a sok ez a kézműves, egyediség, luxus, ez ugye sokba kerül, ez vitán fölül áll. Ha még valami sokba kerül, akkor kit fog kiszolgálni, vagy hát a mindenkori elitet. Tehát az ő életében, aki ez a nő, aki beleszeretett, beleszerelmesedett, úgymond ebbe született ebbe a szakmába, nem volt kérdés, hogy neki az élete során, akármit is hoz a sors, neki bizony a divat mindenek felett lesz. De feltehetjük nyilván el még most így a kezdetek kezdetén, hogy mi volt Rothschild Klára? Szabónő? Divattervező? Kereskedő? Vagy nagyon jó szemű üzletasszony? Nem tudom, hogy hányan tudják erre a választ most. Mindegyik. Igen, hát szuper, nem, egyébként haza is mehetek. De önök jobban tudják, mint én. Igen, de ez így is van.
hogy hogyan kezd bele az ember, amikor kutat egy ilyen titokzatos, mert ugye én is, mint bármelyikünk, most már így a web világába megnézzük, hogy mit írnak a Wikipédián. Igen, nem, de pont Rothschild Klárával, mondjuk a többitbe ilyen mélységig nem látok bele, de amikor egy kicsit viszont az ember megkezdi megkapargatni ezt a sztorit, akkor kiderült, hogy minden egyes mondat hibás volt. Most egyébként éppen rakjuk rendbe, úgyhogy ha várnak még egy hetet, akkor ott már abszolút korrekt. Vagy hát a jelenlegi tudásunk szerinti, vagy a jelenlegi kutatási állomásnához képest a legtöbb információnk, meg pontos információkat fog tartalmazni. De ugye az elején... Mindegy, azt olvassa az ember, amit a Wikipédián, meg a különböző szócikkekben megtalál, illetve hát nyilván mondjuk egy divat történet, ez kicsit távolabbra is megy, előveszi a régi ez a divatokat, és akkor azt is böngészi, meg a korabeli sajtót azt is böngészi. Hát attól függetlenül nem volt könnyű, mert inkább Rothschild Klárának az életét inkább sokkal több titok, és kérdésövezés, egyébként bevallom őszintén, még most se tudnám lerántani a leplet az összes titokról, de egy párat azért felcsillantok, hogy mi az, amire sikerült rájönni. Ugye az ember, amikor így egy már nem élő személlyel, legendával foglalkozik, akkor nyilván kíváncsi lenne, hogy hogy is nézett ki ez az ember gyerekkorában, nem? Tehát, hogy a Rothschild Klárát gyakorlatilag egy őszhajú, ez a hamvasított, tehát ez a kékbe hajló őszhajú asszonyként ismertük úgy általában. Tehát, hogy van, aki, mint az Iris Apfel, nem tudom, hogy ez a név mond-e önöknek valamit, egy 90, nem tudom, egy éves stílusikon, akiről szintén csak időskori képek vannak. És akkor sikerült a családdal felvenni a kapcsolatot, avval az optimista elhatározása, hogy hát, na, hát akkor a családból biztos előjön valami olyasmit, és ugye olyan klasszik, olyan képet gondoltam mondjuk a 10-es években, ugye egy 903-as a Rothschild, hogy így a tesóival együtt egy teknőbe játszik mondjuk valami gangos háznak az udvarán. Hát az a nagyon rossz hírem, hogy egyáltalán semmifajta fotó nem került elő Rothschild Kláráról gyerek, sőt, fiatal korából sem. Az első fotó, amit most itt látnak, kicsit homályos, bocsánat, mert ez még egy korábbi részlet volt, azóta már megkaptam a rendesen beszkennelt változatán. Ez egy családi összejövetelen került elő, amikor is a Fát család összegyűlt, és ott próbálták, így kérdezgette a Franciska, aki az én segítőtársam már szegődött a családból, hogy kinek van-e fotója, mindenki mondta, hogy senkinek semmilyen nincsen, de elővettek egy régi albumot, amit így elkezdtek lapozgatni. És amikor ezt a képet ennél a lapnál tartottak, akkor az egyik legidősebb hölgy, egy 90 éves nő felkiáltott, hogy mi csak a palikám. Tehát nem a Rothschild Klárát ismerte fel, hanem Palikámat, itt a Klára bal oldalán, aki Glückstahl Pál nem textil nagykereskedő, hanem mint az anyakönyvekből kiderül, egyszerű utazó kereskedő volt. Ő az, aki elveszi 1931. július 23-án ezt a különösen nem szép lányt. Tehát ugye azért legyünk őszinték. Tehát nagyon-nagyon ügyes volt, harcos volt, de szép az nem feltétlenül. És hogyha azt veszük, hogy ugye kicsit menjünk vissza, 1903. február 22-én született Kláránk, Rothschild Ábrahám és Spirer Regina harmadik lánygyermekeként. Hogyha 903-at így magunk elhiszek, akkor már 27 éves. Ez azt jelenti, hogy az a korban egyáltalán nem számított fiatalnak. Azt még hozzáteszem így adaléként, hogy egy alomból született gyermeke van a Rothschild Ábrahámnak és a Reginának, mind a négy lány, és az is egy nagyon érdekes így a Rothschild családra nézve, hogy a Klárát leszámítva mindenki keresztény férfihoz megy feleségül. Tehát egyáltalán nem vallásos családról van szó, hanem egy maximálisan asszimilálódni vágyó családról, ahol a Klára az az egyedüli, aki zsidó férjet választ magának. Egyébként nagyon könnyen, ugye hát a Klárát felismerjük, a később felmaradt fotókból ott Vilmát látjuk, Vilma az a hölgy, aki itt van,
és ő a Manci néni, tehát ők tulajdonképpen hárman egy ilyen elválaszthatatlan triumvirátust képeztek, és együtt kártyáztak, együtt jelentettek minden, ő Manci néni, és hát őt is elég könnyen felismerhetünk. Egyébként Ábrahám és Regina 916-ban elválnak, na ez se egy általános egy zsidó családi történet, hogy ebben az időben gyakorlatilag 97-ben házasodtak, tehát az mennyi 19 év házasság után felmondják a közös életet, és akkor a négy lány az anyukával elköltözik egy olyan, a Vácz utca 69-ben, ahol majd a szalonjuk is, illetőleg a lakhelyük lesz. És akkor itt veszek elő egy olyan legendát, mert egyébként a Rocsét Klára sikerének a 42 év alatt, tehát 42 évet volt a pályán, 34-től 76-ig, abból 40-et a csúcson tölt. Tehát azért nem akármilyen, tehát hogy miért izgatott engem Rothschild Klára története, mert ilyet még, tehát ilyet nem tudunk felmutatni a divat történetében, a magyar divat történetben, hogy valaki 42 évből 40-et a sikere csúcs, vagy a pályájának a csúcsán töltse. Tehát azért ez szerintem eléggé meghatározó. Tehát, most közben elvesztettem a saját fonalat. De visszatérve akkor erre a házasságra. Tehát a 30, ezt a házasságot megelőzően van a Rothschildnak, meg a siker sztoriával egy indulópont. Ja, tudom, ezt mit akartam mondani, most nem lehetem. Hogy ugye azt a legendákról, tehát hogy hogyan lesz valaki sikeres. Például az egyik, a sikernek az egyik fontos alapja, hogy magamat sikeresnek láttassam. Ehhez, hogy a többiek higgyék rólam, hogy sikeres vagyok, ehhez érdemes olyan történeteket mesélni, amikből városi legendák lesznek, és gyakorlatilag az önbrandingnek egy nagyon-nagyon ügyes fogása. Az első ilyen, az mondjuk nem egy annyira legenda, de egy ilyen aranyos kis közbeszédbe így átszivárgó sztori az volt, hogy ő tulajdonképpen a szabászasztalon született. És akkor ugye mit gondol az ember? Hát jó, nyilván a szabászasztalon születés az azt jelenti, hogy apja, most már nem az anyukát mondtam, tehát Rothschild Ábrahám és Spirer Regina, az anyuka is, a szabó szakmából jönnek, tehát mind a ketten szabók. Tehát akkor nyilván akkor a szakmát megörökölte. De ezen túlmenően az ebben, amikor divattörténet nézként azért van egy kis fogalma a dolgokról, a század előn, amikor a Rothschildunk, a Kláring születik, akkor gyakori volt, hogy a szabók ugyanott éltek, ahol dolgoztak. És akkor ezt így megkutattam, és pont 903-ban ez pont nem így volt. Tehát, hogy egy saroknyira, de nem ugyanott volt a két helyszín, de ez mégis csak egy nagyon jó indító, felüttő kis sztori volt, amit ő rendszeresen mesélgetett. Még mielőtt átérünk erre a sikeres életútra, tehát az is érdekes, hogy egyrészt egyébként a 38-ban Rothschild Klára is kikeresztelkedik, tehát a férjével együtt, de nem katolikus hitre, hanem református hitre tér, ellentétben a többi lánytesójával. És ugyan ezek a lányok katolikusok, akiket itt most fel, és ebből volt is az egyik pont, az ő keresztelésekor volt egy ilyen fennmaradt kis vicces anekdóta, hogy gyakorlatilag megkérdezték a Rothschild, megkérdezte a pap, hogy és akkor ő milyen vallású, és akkor azt mondta, hogy keresztény, és erre a pap mondta, hogy na jó, hát akkor van-e itt valaki, aki katolikus vallású, és ugye a Manci nénő katolikus volt, tehát igazából egyébként a keresztgyerekeket a Manci néni tartotta keresztvíz alá. De ezek a lányok, akik, és lehet, hogy többen is voltak, de ők kettőjüket megkerestem, megtaláltam, ők minden esetben a legkedvesebb varrónőnek, vagy a legkedvesebb munkatársnak voltak a gyerekei. Tehát, hogy gyakorlatilag ez megint a divat mindenek felett, a Rothschildnak az életét a divat és a szalonja tette ki, tehát igenis, hogy az ő életében a munkatársak, az, hogy minden nap bejár dolgozni, az magát, tehát az életet jelentette. Hogy hol kezdtünk, és egyáltalán mi hogyan került a szakmába, ez ugye a Deák tér 3, nem tudom, hogy van, aki nem is látja, ott látják? Mindegy, akkor csak elhiszik, hogy én itt most a Deák tér 3-at mutatom.
És azon belül, tehát volt, csináltam ilyen úgynevezett Rothschild sétákat, amikor 2 órát sétálgattunk a belvárosban, nem nagyokat sétáltunk, én beszéltem sokat. És az egyik ilyen sétát, tehát tulajdonképpen azért is sétáltam, mert potenciális adatközlőket reméltem még, és ez minden esetben meg is történt, tehát nem volt teljesen alaptalan a reményem. Lehet, hogy most önök közül is van valaki, aki nekem mesél még további történeteket. Na, és ott az egyik úriember mondta, hogy ő konkrétan, tehát most KFC van itt, tehát a KFC fölött volt a Rothschild szalon. Ugye egyébként az újságokból csak annyit tudtunk, hogy a Deák tér 3 és a fél emeleten helyezkedett el Rothschild Klára szalonja. Ez a szalon, ez 1934-ben nyílt. Egy nagyon-nagyon, tehát megint a sikernek mik azok az alapkis kövei. Például az, hogy jó, ugye a szakma az a kezébe volt, a szülei azok szabók voltak, ott tanult, néha egyébként tényleg a lakás és a műhely egybe volt, tehát azért annak ellenére, hogy mindenki azt állítja, hogy Rothschild Klára nem tudott szabni-varni, én ezt egyáltalán nem hiszem el, először én is elhittem, sőt le is írtam, tehát hogy ez így fejlődik az ember, de hogy azért nem, mert azóta sok emberrel beszéltem, akik a szakmában élők mellett laktak otthon, tehát például az angol szabásza a Rothschildnak, a Tábori József fia, úgyhogy mérnökember, gyakorlatilag ő is megtanulta azért, mert az apja otthon dolgozott, endlízni, tehát egy bár besegít az egész család. Tehát ott nem lehetett egy ilyen családban ezt a dolgot nem felvenni. A Zsuzsi is szalonos lesz, tehát a legkisebb Rothschild lány is. Úgyhogy az, hogy például a Chanel is azt állítja, hogy nem tud tűbe fűzni. Én megkérdeztem a Bene Sanitát, aki a Dalarnának a művészeti vezetője meg tulajdonosa, hogy Anita, és egyébként végzett ruhatervező iparművész, tehát hogy ők megtanultak minden, hogy mikor fűztél te utoljára tűbe? Önök szerint mi volt a válasz? Hát ő már nem emlékszik. Mert hogy nem kell. Tehát azok a munkatársak, akik a Rothschildról azt állították, egyébként ő maga is, mondom, ez megint jól hangzott, hogy nem is tudok itt még tűbe fűzni, se tudok, anya, hát csináld meg te. Tehát neki nem kellett tűbe fűzni se, meg varni se, meg szabni se, meg rajzolni se, mert ezért vette fel a jobbnál jobb munkatársakat, akik ezt meg tudták helyette csinálni. És azok a munkatársak, akik visszaemlékeznek, azok ugye a 60-as években ismerték őt. Ő 34-től a pályán volt, tehát már 30 éve gyakorolt a szakmát, már miért kéne neki tűbe fűzni? Tehát, hogy ő irányított, és ő bizniszt csinált, meg működtette az egész szalon. Tehát, na mindegy, én azt gondolom, hogy azért a szakma csinyát binyát tudta. 1930-ben pedig egy hatalmas per, vagy hát egy hatalmas botrány rázza meg Budapest mindennapjait, ami a Rothschildhoz kötődik, hogy őt, és onnan lehet tudni, hogy mással is foglalkozott, nem csak, tehát hogy a papájának a szalonjába, mert ugye a Rothschild Ábrám egyébként neves szalont is vitt, mint direktris, nem tudom, azt tudjuk, hogy mi a direktrisz? Tehát a direktrisz az olyasmi, mint egy üzletvezető, de annál azért mégis más, mert hogy egyszerre több is van, üzletvezető meg általában csak egy van. A direktriszek azok, akik a kliensekkel foglalkoznak. Amikor egy kliens belép a szalon ajtaján, onnantól kezdve ő fogadja, társalog vele, helyre kínálva, segíti a modellválasztásba, tehát hogy miért jött, és végig kíséri a folyamatot, mire a ruhából, vagy nem, az elképzelésből ruha lesz 3 próba után. Tehát ilyen direktrisz volt a Rothschild a saját apjánál, és mint ilyen kiment Somogyi Pál Károlyhoz, aki a kornak egy ilyen hát eléggé hírhet és botrányhőse volt, egy milliómos ember, akitől be akarta hajtani az adósságot. Na és nemhogy nem fizetett, hanem fizikailag inzultálta a fiatal direktrisz hölgyen, és kidobta a lakásából. Na most a pontos, hogy tette mindezt, hogy tényleg most megrugdosta, de mindesetre inzultálta, és ebből kifolyt, ezt az összes, a teljes magyar sajtó megírta. Tehát tulajdonképpen 34-re, mire a Rothschild kinyitja ezt a szalonját,
tulajdonképpen már az egész ország ismeri a nevét, olyanok is ismerik, akik nem is konyítanak a divathoz. Mert hogy 3 éven keresztül, tehát miután öngyilkosságot kísérel meg a szégyenében, azok után heteken keresztül még gyógykezelik, és ezért, mikor kijön, akkor egy komoly kártérítési pert akaszt a Somogyi Pál Károlynak a nyakában, ami 3 évig zajlik, és a végén ő megnyeri. Tehát nem csak, hogy ismert lesz, hanem még kapott egy tőkeinjekciót, és ugye 1930 és 33 között zajlik a per, 34-ben nyitja ezt a szalont, amit itt most az újsághíreket lehet olvasni. Gyakorlatilag már az első kollekcióját is elképesztő nagy lelkesedéssel üdvözi Guti Böske. Guti Böske az, aki a színházi életnek a divatrovatát vezeti a 20-as évek végétől, és hogy mi az még az a siker, ami a siker alapja, ami a Rothschildnak a nagyon gyors felfutását eredményezte, az nyilván nem csak az ismertség, a pénzinjekció, a szakmai tudás, tehetség, hanem az is, hogy találjon sajtóban olyan fajta kapcsolatot, meg olyan fajta segítőket, támaszokat, akik az ő beindulását, vagy hát az üzlet, vagy a szakmájának tehát egyre híresebbé teszik. Itt láthatunk különböző modelleket a 35-36-ban. Tulajdonképpen ekkor 35-re már Guti Böske azt mondja, hogy a Rothschild befutott, és a legnagyobbak között van. Tehát ez azt jelenti, hogy az első 5-10 szalomba Pesten. És hogy mi, és akkor itt jönnek egy kicsit ilyen általánosabb, hogy ne csak a Rothschild Kláráról beszéljünk ki, egy kicsit érdemes arról beszélni, hogy vajon hogy is működött a pesti divat, a pesti szabók világa a két világháború között. Most nem tudom, hogy... Na jó, nem, itt még nem, itt mondom el. Tehát ekkoriban, a 30-as években Párizs volt a divat fővárosa, már ami a női divatot illeti. Ez azt jelenti, hogy az egész nyugati világban, akár New Yorkból, tehát az Egyesült Államokból, Angliából, Svédországból, Ausztriából, vagy az igen, Ausztriából, Magyarországról, most itt mindegyik, vagy Olaszországból, azok a szabók, akik ott kutűr szalont vittek, azok mindenki elzarándokolt Párizsba, hogy a különböző divatházaknak a bemutatóit megnézzék, és ott modelleket vásároljanak. Mert hogy a világban az elit, akiket ők kiszolgáltak, ők eredeti párizsi modellre áhítoztak. Tehát nem és az is, míg a párizsi tervezők művészekként tekintettek maguknak, de azon kívül persze, hogy művészek voltak, rendkívül jó üzletérzékel is kellett, mert ez a biznisz az mindig is hozzácsatol, tehát szorosan együtt él a divat világában. De az itthoni, a pestiek, ők nem gondoltak magukra, mint művészre, ők egyszerű kézműves iparosok voltak, vagy kereskedők. Tehát ők nem akartak eredetit alkotni, ennek ellenére persze voltak olyan munkatársaik, akik csináltak saját modelleket. Ezt most azért veszem itt előre, mert hogy ugye nagyon sokszor a pályatársai 45 után a Rothschilda ellen azt hozták fel, hogy ő egy egyszerű másoló. De azt kell érteni, hogy a két világháború között az, hogy valaki egy eredeti francia modell tökéletes mását elő tudta állítani, az volt a csoda maga. Ehhez kimentek Párizsba, itt most különböző francia modelleket mutatok egyébként, amit a Rothschild csinált itthon, az nem kevés pénzzel kiutazik, ugye szállodába megy, ahhoz, hogy megnézzen egy divat bemutatót, ahhoz ott kőkeményen le kell fizetni annak az X modellnek az árát, amit miután vége van a bemutatónak, eldönthet, hogy melyiket fogja megvenni. Megveszi hozzá az eredeti anyagot, megveszi hozzá az eredeti kelléket, tehát amikor hazajön, akkor tökéletesen le tudja másolni, amit látott. Ez a legális útja, módja. Igen, nem, de hát szegény pesti szabók nem kaptak elég kontingenst, mert hogy megvolt, hogy az egész kis delegáció, most mondok valamit, nem tudom a pontos számot, de mondjuk vehettek 30 ruhát. Tehát nyilván a többit azt fejbe kellett elhozni. Vagy a kint lévő másoló cégektől vették meg.
vagy egymás között cserep, már mint a saját versenytársával nem, de mondjuk a bécsi társával már lehetett cserélgetni, bár azokkal se voltak jobban, ezt inkább később csinálta a Rocsit. Tehát alapvetően nyilván olyanokat is másoltak, amire nem volt tulajdonképpen úgymond amit nem lett volna szabad. De ettől függetlenül, tehát ebből a különböző dologból állt össze, tehát voltak az eredeti modellek, voltak, amiket láttak, és ahhoz hasonlót csináltak, és úgynevezett pestiesítés és adaptálás folyt. Na, azon kívül, tehát hogy ezt most próbáltam egy kicsit egy ilyen háttér információnak elmondani. Azon kívül, hogy megnyerte a Guti Böskét magának, meg kellett nyerni egy hölgyet, de aztán egy idő után minél több hölgyet, de az, aki a fő kliense lesz, ez a nagyon csinos arisztokrata hölgy, a korban úgy hívják, hogy leading lady, az olyan, mint ma a stílusikon, vagy az influencer, aki annak a társaságnak, tehát az arisztokrata társadalmi életnek egy meghatározó fő személye volt, és ezt őt úgy hívták, hogy Édelszem Gyulai Lipótné. A másik, amivel hogy a sajtót meg folyamatosan táplálni kellett a szenzációkkal. Itt van Édelszem Gyulai Lipótné és a négy lánya. Ebből hárman a mostohalányai, egy az édeslánya, de a lényeg, hogy mint látjuk, ők a korabeli ilyen szépségek voltak. Tehát ők, ahol megjelentek egy társaságba, akkor itt ezt nem biztos, hogy látják, lehet, hogy meg kéne állni, és így megtekinteni. Tehát, hogy tényleg. És hát ezek a szép lányok, ezek egymás után, hát a magyar arisztokrácia színe javával házasodnak. És ők mind Rothschild ruhát viselnek a jeles eseményeken. De nem csak ők, tehát hogy ő lesz az egyik, tehát a Ella az egyik fő támasza a szalonnak azzal, hogy ő egy rendszeres vevője. Amikor például az olasz király itt jár Budapesten, akkor ezek a partikra, a Guti Böske számol be, hogy szinte minden magyar arisztokrata hölgy vásárolt a Rothschildnál, illetőleg ő is mutatott be. Na és akkor jön a következő legenda, ami viszont már egy kőkeményen a Rothschild által tudatosan terjesztett történet. Tehát volt ez a karkötő, amit gyakorlatilag a 45 utáni fotókon, amiket látunk, és van neki bal csuklója, tehát látszik, akkor ez a karkötő rajta van. Itt lehet, mondjuk ez egy jó homályos kép, de ez azért szeretem ezt a képet, mert ezt a Pataki Ágitól kaptam, tényleg homályos, nincs neki jobba. Mert ez mutatja azt az ominózus utolsó túrt, vagy az utolsó kijövetel, ami a menyasszonyi ruhás hölgy bal oldalán tippeget ki, ez meg egy ékszerkabát, ami a Rothschildon van, de itt is láthatjuk, hogy rajta van a karkötő. Tehát a karkötő az gyakorlatilag az jelen van, és mivel hogy állandóan hordja, ezért nyilván erről tök jó történetet mesélni, és ez a történet, itt van a karkötő, ez a kiállításon látható, mert amikor, tehát ez ja, jó, mindegy, ez hosszú, ebben nem megyek bele. Na, a lényeg, hogy megvan a karkötő, elkezdtem utána jelni, ugye ő azt állítja, tehát hogy mi a legenda? A legenda az, hogy 1938-ban Faruk egyiptomi király, tényleg egy ilyen világra, nem hetet, hét ország, világra szóló esküvő keretén belül elveszi a 16 éves Faridát, és a Rothschild azt állítja, hogy ő készítette a menyasszonyi ruhát. És ezért kapta ő a Faruktól ajándékba ezt a karkötőt, mert még visszatérek. Ugye itt van ez a fiatal pár. Az esküvő egyébként 3 napig tartott, tehát ilyen klasszik, ilyen sátoros nagy ünnepség volt. És hát az igazság, hogy annó mondhattak ilyen, mert akkor régebben, a 60-as években nem volt olyan könnyű utána nézni annak, hogy vajon ki készítette azt a menyasszonyi ruhát. De hát az a nagy büdös helyzet, hogy ezt a ruhát, azt a Wordház készítette, egy párizsi, nagyon exkluzív divatház, és erről beszámolnak a nemzetközi sajtóba, de még a magyarba is. Tehát, hogy nem, tehát ehhez nem. Vannak olyan cikkek, ahol a Rothschild már azt mondja, hogy nem is a Faridát, hanem a násznépet öltöztette. Jó, ez akár még lehet is,
De egy olyan nő, aki baromi ügyesen bánik a sajtóval, elég kétséges, hogy a 38-as erről az esküvőről beszámoló cikkek egyike se említi, hogy neki bárki milyen köze lett volna ehhez az esküvőhöz. Az úgy meg, az emberben ugye motoszkáltját, akkor valószínűleg nem volt. Na és akkor mi történt? Azért volt jó, hogy megkaptam, és a kézbe, mondjuk azt, hogy én kézbe vettem, én csak nagyon boldog voltam. De hogy amikor az ötvös gyűjteménynek a vezetője is kézbe vette ezt a karkötőt, akkor addig-addig forgatta nagyítóval, addig-addig nézegette, amíg megtalálta benne a mesterjegyet. És a mesterjegy ugye azért jó, mert az pontosan megmond, hát nem pontosan, de legalábbis megvan, hogy mikori, és hogy hol készült. Na ez a karkötő a mesterjegye alapján 1939 és 43 közötti és török országba készült. Ugye az, hogy hol készült, attól még lekerülhetett Egyiptomba. De hogy 39-nél korábbi nem lehet, az biztos, és az esküvő meg 38-ban volt, tehát ezt a dolgot, ezt így lelepleztük. Ami viszont amire nem hoztam most képen, de a kiállításon látható, bocsánat, az az, hogy minden ilyen városi legendnek, vagy ami azzá lesz, főleg azért nem volt annyira buta a Rócsét, hogy ne legyen valami alapja, a Faruk családjával Rócsét Klárának volt kapcsolata, és csak fél évvel később. És nem a Faruknak, hanem az édesanyjának, és a gyönyörű lányainak készít ruhát, akik Magyarországon járnak. Tehát gyakorlatilag fél évvel később, és utána rá fél évre meg arról cikkezik, vagy hát igazából reklám hirdetéseket ad föl, hogy egyiptomi üzleti és párizsi tanulmányutamról visszajöve várom a vendégeimet. Tehát, hogy ha valamit akkor akart tudomásul hozni az embereknek, akkor azt megtette. És ez 39 évelei ezek a hirdetések. Tehát gyakorlatilag ő járt Egyiptomba, vehette akár ő maga ezt a karkötőt, illetőleg kaphatta is. Tehát, hogy kizárni nem lehet, hogy a Faruktól kaphatta, vagy nem kaphatta, az biztos, hogy az esküvőre nem kapta. Mert, hogy az ugye a dátum alapján. De itt van egy másik esküvő, ami legalább annyira fontos, és hát mondjuk a mi életünkben, vagy a magyarok életében sokkal jelentősebb volt. Ez ugye azt a négy szép lányt, akit ott felvetítettem, az édeszem Gyulai Ilona, aki, ha nem is a legszebb, de mindegyik gyönyörű lány volt. Egyszerűen ez a Horthy István és az Ilona annyira szeretett pár volt a korban, hogy nem csak a rangjuk meg hát a híres apuka miatt, hanem egyszerűen ők maguk jogán is nagyon-nagyon élvezték a magyar lakosságnak a szimpátiáját. És ezen az esküvőn nem csak, és ugye 40-ben járunk azért már a második zsidó törvény után, amikor is az Ilonát a Rothschild öltözteti, mármint hogy ő készíti a ruhát, de effektív ő öltözteti fel a nagy napon. Tehát, hogyha azt akarjuk, hogy, tehát arról gondolkozunk, hogy ő vajon hogy élte túl a vészhorszakot, hát úgy, hogy elképeszt, ennél magasabbra már nehezen lehetett valaki beágyazva. Mondjuk az utolsó évattól még, de ő mindig is igyekezett a mindenkori elittel, befolyásos emberekkel kapcsolatot teremteni, mert hogy a sikernek szintén fontos záloga a network építő képesség, és az viszont neki a vérében volt. Tehát én még én azt gondolom, hogy mások tanulják, és nem tudják, ő vele született, mert azt még hozzátartozik, hogy 6 osztálya volt, azaz nem volt túl iskolázott. Egészen 44. októberig még biztosan dolgozik, tehát valószínűleg feltehetően magáig a bombázásokig, és 45-ben már újra nyit. Tehát itt van egy meghívó, amit a húga ír alá, Zsuzsi Rothschild, az pedig egy Robert Kappa kép, ami még mindig a Deák téri szalomba készült 48-ban, amikor ő Budapesten járt. De nagyon hamar véget ér, tehát hogy nagyon hamar föláll a szalonnal, újra az üzleti modell,
nem nagyon tudnak viszont még ekkoriban anyagi okokból Párizsba utazgatni, tehát a teljesen tökéletesen valóban nem áll helyére az ő szalonja, és aztán 1949-ben gyakorlatilag államosítják. Tehát volt egy olyan legenda, amit szintén ő terjesztett, hogy őt nem államosították, hanem ő felajánlotta a szolgálatait a magyar államnak, és így született aztán a Vác utca 12-ben a szalon. De aztán így a sok-sok visszaemlékezővel beszélve, az egyik idős hölgy elmesélte, hogy az ő anyukájuk, itt látható a képen, ő direktrisz volt a Rócsért Kláránál, és nem a Váci utca 12-ben, hanem a Váci utca 20-ban. Ez egy nagyon rövid időszak volt, amikor a Rothschild 50 és 52 között semmilyen szinten nem foglalkozott divattal, akkor a saját bevallása szerint biztosítási ügynök volt, viszont 52 és 56 között az Atex szalonjai, tehát ez még nem a híres szalon, és ennek itt van egy nyoma. Aztán 56-ban nyílik meg a különlegességi női ruha szalon, amit 69-ben fognak átnevezni, és a homlokzata is megváltozik Klárává. Ugye az államosítások, az anonimitás mutatja azt, hogy egy ideig a szalonoknak, mert hogy megmaradnak az haute-couture szalonok, de állami kézben kerülnek, és ő tulajdonképpen az egyedüli a Rothschild Klára, aki a régi nagyok közül visszaszerzi az irányító szerepet, de már nem mint tulajdonos, hanem mint művészeti vezető. És akkor itt mutatok egy nagyon érdekes dologra, hogy mitől ő lett a vörös, hát idézelve a vörös divat diktátor, ez pedig az, hogy nyilván ő volt a legnagyobb, meg kellett megint az új elitnek is, asszonyainak a szép ruha, kellett az ország imázsépítő kampányhoz pillérként egy kirakat, egy divatkirakat, de a legdurvább, hogy a neve kellett. Mert hogyha azt vesszük, hogy kik voltak a legjobb öt szalomban, úgy hívták őket, hogy Szita, Neumann, Aponyi, Gréte, Geiger, meg van egy Rothschild. És a Rothschild név, igaz, hogy akkoriban nem volt egyedülálló, de mégis sokkal jobban hangzott, mint ezek a többiek. És az a durva képmutatása a Kádár rezsimnek, hogy a kapitalizmussal, a gazdagsággal és a luxussal szinoním családnévvel csinálják meg a saját szocialista divatkirakatukat. És ezt bizonyítja, ez majd a későbbi címke, ez az ő idejében, már a 60-as években ezt így nevezik, hogy Klára Rothschild, tehát CR van kint a homlokzat, tehát ez az RC egy már sokkal korábban fölkerül, mint maga a Klára, és ez van a 60-as évektől a ruhákba bevarva, miközben csak 69-től merik legalább azt kírni, hogy Klára, és még akkor sem, hogy Rothschild. Tehát, hogy ez, tehát igen. Hogy hogyan zajlott a pestiesítés? Ugye már bevezettem önöket, hogy hogyan működött a két világháború között a pesti, vagy egyáltalán a divat terjedése. Itt van egy tökéletes példa, az, hogy hát nem ez nem az, amikor egy az egybe megcsinálja, nem látják, egy az egybe megcsinálja, meg ott se látják, a Dior modellt Pestben, de azért látszik, hogy a három gomb kis változtatással így készül. Ilyen például egy Chanelnek a pestiesített változata. És ez az, ami viszont, amit én adaptációnak nevezem, ahol jól látható, hogy ez itt egy Balmain modell, ezzel az ilyen ablakszerű motívummal, arancsat, vagy hát ilyen aranyozott csattal, hogy ezt az ilyen központi elemet hogyan duplázza meg, illetve és lesz abból egy koktélruha, meg lesz belőle egy kabát. Tulajdonképpen ebbe kellett ügyesnek lenni, hogy amikor megnézte azt a nem tudom hány szalonnak, vagy hány divatháznak a kínálatát, hogy melyek lesznek azok a modellek, amikből mind az eredeti, mind az adaptáció révén a legtöbbet tudja kihozni, és ami a vicces, hogy pontosan tudta, hogy az egyes modelleket kinek fogja eladni.
Tehát úgy választotta ezeket ki, hogy tudta, hogy melyik manökerre adja rá, és melyik manökerről melyik kliens fogja megvenni. Itt vannak a híres ékszerkardigánok, ezt Yves Saint Laurent találta ki, itt van az eredetie, és ennek csinált egy rakat változatát, tulajdonképpen erről van a kiállításban, tökéletesen osztrák tévébe ment le. Tehát a Joli néni valaki egy hímző nő volt, és arra volt büszke a Rothschild, hogy ő olcsón csinálja a kézi munkát, mert hogy ez is kellett a sikerhez, hogy olcsóbb legyen a pályatársaknál. 45 után ez a párizsiaknál volt olcsóbb, viszont őrá nem tekintettek, mint versenytársa. A mennyasszonyi ruhák kint a kiállításban is külön egységet képeznek. Itt egy párat mutatok be, ez ugye a klasszikus, mert minden divat bemutató végén, ahogy már mondtam a Pataki Ágis kép kapcsán, hogy az volt a vége, hogy egy mennyasszonyi ruhába öltözött manökkennel sétált ki a Rothschild Klára, és akkor felállt a közönség, és ünnepelte, és tapsolt. Egy ilyen modellt láthatunk itt tulajdonképpen, és ez meg a keresztlánya, hát akit annó itt a bal oldalon vetítettem. Itt pedig szintén munkatársaknak a mennyasszonyi ruhái látszanak, mert hogy ebben a network építésben nem csak a Faruk anyja, vagy egy almási Jacqueline, vagy később mondjuk a Jovánka, Bróza, Tito felesége, meg a Zsivansik, mert hogy az Überrel is, meg a Jean-Claude-dal is nagyon jóba volt, hanem ugyanúgy a műhelyben dolgozó emberek is beletartoztak, vagy akár a fűtő. És itt egy olyan mennyasszonyi ruhát látunk, amit két varrónő is viselt a műhelyből. Ő volt a hőnszeretett varrónő, akinek az apukája volt a fűtő, és ő gondozta egyébként a Rothschild férjének a parcelláját a Kerepesi úti temetőbe, innen volt az ismerettség, és ezt a hölgyet sikerült, most abban nem megyek be, milyen úton, módon lenyomoznom, mert vele találkoztam, és csak azt tudtam, hogy igazából Annának készült a mennyasszonyi ruha. Úgyhogy ha valakinél meg lehet a mennyasszonyi ruha, az ő. És azt lehetett tudni, hogy Dorogi Annának hívják, és Solymára ment férjhez. És annyira boldog voltam, mert a Solymár miatt felcsillant a szemem, mert hogy a mostóanyám Solymáron él, és ő az, aki mindenkit ismer, gondolom, ezt így ismerik önök is, tehát a Teljest, a Péket, és hogy kit ismer még, az önkormányzati dolgozókat. Na, és ő volt a kulcs, és csak annyit kellett mondani, hogy Anna Rothschildnál dolgozott, és Solymáron lakik. És onnan le lett vadászva, és annyira meglepődött, amikor így bekofogtattam hozzá, és most a kiállításnak egy olyan eredménye van ebből az ismeretségből, hogy ugyan a ruha nem volt meg, de az egyetlen fennmaradt modellalbum az viszont előkerült, és nála volt, mint búcsú ajándék. Ez is egy mennyasszony, hát ő, Mamusics Márta, és ez a ruha látható a kiállításban, így néz ki. Ez egy eredeti Balmain modell, tehát egy eredeti francia modell, és hogy látják, a Mamusics Márta egyrészt direktrisz volt, amit már megbeszéltünk, hogy mit jelent, illetve manökken volt. És nagyon sokszor volt az a manökken, aki a mennyasszonyi ruhát viselte, és így nyilván az esküvőjén is a Rothschild megajándékozta őt egy eredeti ruhával, eredeti anyagból, mert mint Párizsból hozta az anyagot is, és egy csodaszép, tehát úgy nézett ki, mint Grace Kelly konkrétan. És egy ilyen álomesküvő volt a Mátyás templomban. Na, itt ez az a modellalbum, amit megkaptam az Annától ajándékba, elhivatottságomat látván, 3 év után, mert ugye ennek voltak ilyen fázisai. Tehát ez az, amiben az elkészült kollekciót megfotózzák, és ebből választhatott később a kliens, meg egy rajzos albumból. És ezek pont azok a ruhák, amiket az Anna maga vart, és ezért került. És akkor még csak így ilyen levezető, még kikötött, kik voltak még az arcai? Ugye maga a Rothschild Klára is arca volt a márkájának,
de ugyanígy voltak az úgynevezett Rothschild lányok, tehát azok a manökkenek, akik az elit manökkenek közé tartoztak, és de a Rothschild kifutóin is szerepeltek. Voltak olyanok, akiket ő maga fedezett fel, nem volt nehéz, például az egyik varrónője is így lett a manökken. Itt a Rothschild lányokat láthatjuk a Váci utcában, itt pedig a Gundel teraszán, mert hogy a divat bemutatók nagy része az sokáig a Gundelben zajlott, és itt láthatók az estei ruhás, tehát ilyen hölgykoszorúba, vagy manökken koszorúba maga Rothschild Kára, aki büszkén tekint rá, mind a lányokra, mind a modellekre. Láthatunk itt koktélruhákat, pont olyanokat raktam be, amik nem láthatók a kiállításba, de hogy összesen 104 ruha került be a kiállításra kölcsön, 27 van most kiállítva, és itt különböző korban készült koktélruhákat láthatunk. Ez egy tipikus ilyen 3D-s gyöngyhímzés, ami Máté Jolán keze munkáját dicséri. Máté Juli néni volt a hímzőnő, voltak mások is, de volt a, aki a Pesti Színház fölött lakott, és gyakorlatilag olyan minőségben dolgozott, mint a francia lőszásház, amelyik ugye a legelitebb ever még mindig. Tehát, hogy mehetett volna, itt egy másik koktélt ruhát látunk, na ő sincs kiállítva, pedig nekem egy nagy szerelmem. Estei ruhákat, ez egyébként egy nagyon-nagyon érdekes fotó. Itt Kálai Katit láthatjuk, aki szintén Rothschildnál is bemutatott. Ő hihetetlen pályát járt, futott be utána nyugaton, tehát kiment és külföldön is népszerű manökken lett. És az pedig a Seregi László, ami abban most valaki belenyúlt, igen, az a gyöngyhím, az most lesz majd február 24-én öltöztetek át 9 babán, és az most lesz majd kiállítva az a gyöngyhímzett felső, az Jelen Katalin, tehát a Seregi Lászlónak a felesége viselte a Spartacus elő, tehát megnyitóján. Vagy hogy hívják, az bemutatóján az operába. Tehát, hogy ugye azért, hogy mi mert a Rothschild ott azon az osztrák tévés nyilatkozatába is mondja, hogy ugye vannak olyan események, meg vannak olyan emberek, akik Rothschild ruhát követelnek. Na hát ez például egy ilyen alkalom volt. Hát ez volt, aki ugye, ez emiatt támadtak, emiatt, hogy én miért mondom azt, hogy nem én találtam ki ezt, hogy a Kádárné puritán volt, hanem ugye mindenki így emlegeti, főleg a dolgozók, hogy hát rá aztán nem lehetett ráadni egy csipke kosztümöt sem, amikor éppen az volt nagy divat, mert ő ragaszkodott, ez az övé, tehát ez a Nemzeti Múzeum textilgyűjteményében van, tehát egy, elmondom, aki nem látja, tehát teljesen egyszerű, Sejem Santunk kosztümről, tehát jó alapanyagból van, viszont egy teljesen átlagos, konzervatív szabással, és általában vagy ilyen ekrű színű volt, vagy ilyen törtfehér, vagy drap, vagy sötétkék, vagy szürke. Tehát ugye ez volt a klasszik, amit ő hordott, itt egy ilyen felvonuláson is, hát nem pont ebbe, de egy hasonlóban látható. Azt, ami ott a nekem bal, önöknek jobb oldalra van, az semmi köze nincs a Kádárnéhez, hanem azok Chanel kosztümök, mert ugye Chanel típusú kosztüm az ennek a vevőkörnek, akik egyébként a Kádár korszakat elsősorban ilyen, hát 40, de akár 50 pluszos hölgyek voltak, ugye diplomata asszonyok, orvosfeleségek, ügyvédfeleségek, művésznők, bár mondjuk a művésznőkből voltak fiatalok is, egész fiatalok. Tehát azok viszont ezt az időtlen stílusú, örök divat Chanel, mert ugye a Chanel ezért is hozta létre ezeket a praktikus, de mégis státuszt mutató és státusz szimbolizáló ruhadarabokat. Úgyhogy ez a Rothschildnál is nagy kedvenc volt. Itt egy egyszerű, ezt se raktam ki, egy ilyen nappali ruhát láthatunk. És akkor, hogy nézett ki a szalon az 50-es évek végén, gyakorlatilag minden szinte évről évre átalakult egy picit. Itt láthatjuk, ugye Rothschild Klárát, egyik legismertebb ilyen Chanel kosztümében, ő pedig Borika,
aki szintén direktris volt, nem csak a Mamusics, ugye egyszerre hárman, négyen voltak direktriszek. Borika volt az, aki nem csak hogy nagyon tudott franciául, angolul és németül, tehát ő volt a konferenciai például a divat bemutatókon, hanem embertelenül jól tudott eladni. Például a Gábor Zsazsának azokat, amiket nem tudom, hogy hallottak-e arról a botrányról, hogy 68-ban itt volt a Zsazsa, és egyébként ez itt a mamája, először azt hittem, hogy ő maga, de nem. És a Bora direktrisznek az albumában van, itt van, hogy, hát van, hogy köszönet a szép ruhákért, ez ugye tehát a mamája, hogy is hívják, Joli. Úgyhogy ez az egész balhé ezzel a nem fizetett ruhákkal, tehát ezt én interpretálom, hogy ez mindenkinek jó volt. Mert hogyha más nem, akkor majd az anyja kifizette. Tehát ugye az anya egy visszatérő kliense volt gyakorlatilag a két világháború közöttről a Rothschildnak. De hogy mitről szólt ez a sztori, hogy ott ilyen nagy ilyen sebbelobba megérkezett, kirakta, vagy kidobálta a hatalmas bőröngyeiből a ruhát, egyrésztről azt akart, hogy alakítsák, mert egy kicsit korpulensebb volt, alakítsák át neki, másrészt rendelt, és akkor ezeket a nem átvett ruhákat, ezt most nem mesélem el, majd jöjjenek fel a kiáltásosban. Tessék? Abban minden mindigen le van írva. Tehát ebben most nem megyek részletekig bele, de a lényeg, hogy a megmaradt ruhákat azt a Bori néni állt ki a Váci utcába, és leeste ott a hölgyeket, akik kicsit erősebbek voltak, és idegen nyelvet beszéltek, és így hívta be őket, és azokra próbálta. Tehát ő volt a legjobb eladó egyébként a szalomba. Itt látunk Darvas Lilitet, akkor a Joli Gábor, és az pedig Hilde Gulden. Tehát, hogy akár azok a külföldről idejövő újságírók, művészek, akik megfordultak pár napig, vagy egy hétig a Budapesten, azok biztos, hogy elmentek a Rothschild szalomba, és pont azért, mert olcsó volt. Tehát, hogy itt eredeti francia modelleket is meg lehetett, vagy hát úgy eredetét, hogy annak a mását meg lehetett kapni, töredékáron. És főleg ezek a kézművesek, mint az ékszerkardigán, tehát, hogy mint a cukrot úgy jöttek Budapestre, Bécsből a hölgyek, főleg az osztrák tévé bemutatója után. Na és kik voltak még a kliensek? Ugye a Titonét, azt mindenki, vagy hát nem Titoné, már ezért is lehet, nem Titoné, Jovánka, Broz, Tito felesége, ez a hosszú kanapén, ott ugye szofán üldögéltek ott szépen, egymás mellett, Kádár nével. És amíg a Jovánka tényleg egy díva volt, tök mindegy, hogy mekkora volt, ez az egész szalon azt figyelte, hogy a különböző híradásokban, meg újságriportokban nézték, hogy mennyit hízik a Titoné, és gyakorlatilag volt neki tényleg egy ilyen állítható babája, amit egy szabóbábú Párizsba rendelték neki, amit ugye az otthoni szabászok levették a mintát, tehát a méretet, azt elküldték, és akkor innen meg elküldték azokat a modell rajzokat, hogy azt a kínálatot, ha ő nem jött éppen Budapestre. Igen, ám, de a Titonét csak, vagy nem Titonét, de Jovánka csak hízott. És már amikor így fullba kitekerték a bábút, már elérte az a maximális méretét, Jovánka tovább hízott, és akkor már nagy-nagy bajban voltam. És akkor az angol szavász mit volt mit tenni? Ilyen vatelinnel kezdte rátömögetni, tehát az terebélyes, de egyre terebélyesedő Jovánkának a méreteire a babát. De egyébként még azt is mondták, hogy egy kis bajsza is volt, de egyébként tényleg valamiért mégis egy elképesztő karizmányos, egy baromi jó megjelenésű valaki volt. Most kaptam a Hajdan volt külügyminiszter helyettes lányától, csak így kölcsön, most azok nincsenek itt ilyen fotókat, így, mert az ő mama, tehát az ő papája az a szocialista országoknak hért volt felelős, és így amikor a Gromikóné itt volt, a Tito felesége, stb., azokkal mind ők gardedálmom, tehát az ő mamája, aki, és kaptam kölcsön most egy ruhát is, egy ilyen csipke kosztümöt, amit a Kádárnéra nem sikerült rábeszélni. És amit itt látunk, az egy úgynevezett házi bemutató, tehát akkor, amikor az exkluzív kliensek jöttek, vagy volt olyan, hogy nemzetközi delegációknak a nőtagjai, akkor tehát a nő lady program, az mindig a Rothschild szalomban
kezdődött vagy végződött, és ott a manőkkelnek, azok az annak a vevőnek szánt, amiket a Rócsid megint nagyon jól szokott kiválasztani, azokat mutatták be. Itt a Faradibát látjuk, ugye a perzsa sahnejét, a Kállai néval, és egy kevésbé csinos klienst, a Gromikóné. És ja, ő is nagyon csúnya, úristen, tehát egy másik fotón láttam, bocsánat, ezt nem lehet volna szabad mondani, tehát ő pedig a magyarországi szovjet nagykövetné, hát ő se volt egy matyó hímzés. Na és akkor a vége, vagyis még nem teljesen a vége, ugye ez kicsit tovább, ez egy ilyen Google, nem tudom, Street View-nak, tehát ez az a ház, Petőfi tér 3 fölülről, ez itt Rócsid Klára lakása. Itt látható mindez alaprajzilag. Ez a lakás nem volt egy túl, tehát nem volt egy hihetetlen luxus lakás. Jó, hogy szépen be volt rendezve, kb. 58 négyzetméter lehetett, viszont volt hozzá egy több mint 80 négyzetméteres tetőterasz, ahol a divat királynője, mert ugye amikor az is egy legenda, hogy amikor a Philip de Rothschild itt járt, a nagy Rothschildoknak az egyik leszármazottja, megkérdezték ugye a Rothschild Klárát, hogy megkérdezte, hogy na és önben melyik ágnak a leszármazottját tisztelhetem, mire ő egyiket se nevezzen egyszerűen a divat királynőjének. És ez szerintem ez a kép az, ami ezt pontosan ötvözi, vagy egy pontosan leképzi azt, hogy ő, mint vörös divat diktátor, a maga által készített Chanel jellegű kosztümbe, vagy tervezet, háttérben a budai vára, mert ez úgy a teraszán pózol, a munkaérdemrend aranyfokozatával, amit 71-ben kapott a Lapsoncitól. Tehát, hogy ez kellett, tehát ő volt tényleg ennek a divat kirakat, vagy ennek az élhető Magyarországnak, vagy később, ugye a legvidámabb baraknak, és ennek az országimás kampánynak az egyik legfőbb pillére az aranycsapattal, a szép lányainkkal, a hortobágyi palacsintával, és így tovább. És ezen a teraszon fordult meg, és ami egyébként a divat királynőséggel egy nagyon fontos társadalom, tehát nem csak hogy mondta, hanem valóban, míg mondtam, hogy a két világháború közötti szabók azok iparosok voltak és kereskedők, és ezáltal a társadalmi pozíciójuk az az alsó középosztály, addig a Rothschild a Kádár rezsim divat királynőjeként megugrotta azt, amit a francia művész tervezők, úgyhogy ő nem volt az, és bekerült a társadalmi elit tetejére. Azaz ott, ezen az erkélyen, vagy teraszon partizott a gazdasági, a politika és művész elit színe java, és a nemzetközi delegáció. Tehát, hogy megugrott, hát nem kevés társadalmi lépcsőfokot. Itt egyébként az a Life magazinos, amit mindegy, a Kállai Kati megint, az a Live-ban megjelent egy cikk, az is ezenek az országimázs építő kampánynak az egyik része volt. Ez itt a Petőfi tér 3, így néz ki, ez egy gyönyörű szép, nem Bauhaus, csak Bauhaus jellegű, tehát abban az időszakban épült, és a korszaknak egy ilyen meghatározó épülete. Ez itt az a belső udvar, amit ez a felülvilágító kupolával, amit így néz ki ott az a, amikor belépünk. Ja, pardon, még ide nem akartam menni. Na és akkor csak most már lezárva a halálát, tehát nem biztos, hogy hallottak önök is, vagy hát aki esetleg eddig érdekelt Rócsinára, hogy 1976. november 13-án halt meg, lett öngyilkos, és kiugrott innen a hetedikről a belső udvar, most visszamehetnék, de hát ide. Hát gyakorlatilag ez egy ilyen belső udvar, és látható, hogy nem Lichthofról beszélünk, mert hogy a konyháknak oda nyílik a francia ablakos erkélye. És hogy miért? 1974-ben készítettek neki egy az korban kifejezetten
sarlatánságnak tartott módon vagy módszerrel egy felső implantátumot. Tehát eleve 74-ben még a szájsebészet nem tartott ott, hogy úgy implantáljanak, mint manapság. És neki ugye az egész felső sorát, állítólag már az alsó korábban, vagy Svájcban, vagy Párizsban már csinálták neki. A lényeg, hogy ez több módon is igazoltam, hogy ez tényleg 74-ben történt. És meg sikerült megtalálnom a János Kórháznak azon orvosát, akinél az utolsó héten feküdt. Mármint, hogy ő egy fiatal orvos volt, igazából az ő főnöke, aki a János Kórháznak volt a szájsebészetének a vezetője, ő fogadta be a Rothschildot, mert hogy az öt műtő szájsebész azt kérte ettől az orvostól, hogy hát így vegyék föl, mert ugye egy híres beteg, egyébként az egész, nem tudom, hogy itt vannak-e önök között fogorvos szájsebészek. Mert hogy az egész magyarországi szakma ismerte ezt a sztorit. És máig, tehát az idősebbek azok még mindig beszélnek róla. A Rothschild saját maga jó szántából tett egyezett bele, tehát nem kényszerítették rá, hogy ezt a kezdetleges módszerekkel készülő implantációt válassza, de a lényeg, hogy ez az implantátum elkezdett neki kilökődni. És ez az úriember, tehát ugye első kézből tudott erről beszélni, hiszen ő ott volt, és csinálták ezt az igazából látványkezelést, mert hogy nem lehetett csinálni vele semmit. Meg is mondták, a Rothschild pontosan tudta, hogy ennek csak egy módja van a fájdalmaitól, a kellemetlen szájszagától, amitől retteget és gyűlölte azon keresztül, hogy tehát a folyamatos fájdalom, és attól a félelemtől, mert hogy mindig azt hitte, hogy elrákosodik, de nem rákosodott el, hanem erre mondta ez az Ungvár doktor úr, hogy vannak ilyen emberek, akik félt, ez a karcinofób, aki fél a ráktól. De nem, tehát ez nem elrákosodott, de mindegy, ettől a félelemtől megszabadulhatott volna egy füst alatt, hogyha kiszedeti ezt az implantátumot, mert ugye ez egy gyulladásos folyamat, amikor lökődik ki az implantátum, ami ugye gennyesed, szóval ugye, hát meg ezt ott eleve nem is nagyon lehet tisztítani. Úgyhogy november 12-én pénteken délután hazaengedték a János Kórházból, és várták vissza hétfőre, hogy tovább folytassák ezt a semmit mondó kezelést, és ő november 13-án hajnalban, tehát szombat hajnalban döntött úgy, hogy ő ezt köszöni szépen nem kéri. És ez azért még az is hozzátartozik, hogy egy olyan nőről beszélünk, aki tényleg tulajdonképpen nagyon hozzá közel állók, mind családilag, mind munkatársilag azt mondták, hogy egy roppant hiú asszony volt, tényleg minden nap belepréselte magát a fűzőbe, felvette a gyönyörű, szép, saját maga által tervezett kosztümöket, befújta magát francia kölnikkel, és utána gyönyörű francia cipőkben, tehát ilyen Jourdan cipőkben, a kis szépen megfésült, meg... Ja, pardon, ezt én csináltam? Jó, majd megnézzük. Tehát szépen nyírt úszkárjával letipegett a Petőfi tér 3 föl, vagy hát az utcára, eltipegett az egy ilyen sarokra lévő Arany Kéz utcába, az Arany Kéz utcába, meg a a Rejtő Tibor fodrásznál megfésültetett, minden nap hajat fésültetett, és a frissen fésült frizurájával sétált be a Váci utca 12-be. Hüde, előre szaladtunk. A végére szeretném, elviszi a végére, legyen szíves. Úgyhogy ez a nő, hogyha belegondolunk, hogy azért mire mondjuk csak egy ilyen kibevehető protézist csinálnak neki, addig ennek a gyulladásos folyamatnak akkor is le kell húzódni, annak még reggel, ez az eleje. És tehát egy divat királynő fog nélkül, 73 éves volt, és nyilván már ő maga is tudta azt, hogy gondolkoznak az ő utódlásán.
El is kérte, tehát ő maga az, akinek a második kis keresztlánynak az anyukája volt, a Sugár Márta, tehát ő már saját utódjaként kezdte el megnevezni, és az utolsó cikk, itt jó lesz, ez az előző. Az utolsó bemutatóknál már úgy is volt, hogy tervezte Sugár Márta Rothschild Klára művészeti vezetésével, úgyhogy már ő is gondolkozott ezen, de a Ben Klári pedig el is mesélte, hogy a Ceglédiné, aki a luxusáruháznak volt a vezetője, ő meg akarta kérni őt, hogy legyen ő a Klara Szalon művészeti vezetője, amit ő abszolút visszautasított. Tehát én azt gondolom, hogy jól megforgatjuk ezt a dörzsénetet, tehát a divat királynője nyugdíjban fog nélkül, én azt gondolom, hogy akkor inkább a csúcson érdemes abba hagyni. Hát köszönöm a figyelmet, ez itt a könyv, mármint legalábbis a borítója. Úgyhogy akinek felkeltettem az érdeklődését, akkor a Nemzeti Múzeumban várja önöket egy kiállítás, és ahogy mondta a kiadom, hogy a könyvet keressék a könyvesboltba, mert hogy állítólag lehet kapni. Mármint, hogy nem, én is tudom, tehát hogy a nagyobb könyváruház, vagy ilyen láncokba, könyves láncokba lehet kapni, illetve online is. Köszönöm szépen a figyelmüket!